Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A mai ülés volt a nyár előtti utolsó parlamenti ülésünk, így mehetünk a nyári szünetre. De még mielőtt a nyári szünetre megyünk, utolsó felszólalásomban hadd kérdezzem meg önöktől, hogy nyugodt-e az a lelkiismeret? Nyugodt-e az önök lelkiismerete? Miért kérdezem azt? Több hónapja tart Dunaújvárosban egy probléma, illetve jelentkezett egy probléma, ami nem keveseket érint. Miről is beszélek? Fejér megy egyik legnagyobb foglalkoztatójáról, a vasműről, a Dunaferről. 4500 ember dolgozik a vasműben, 10000 család megélhetését biztosítja a gyár. És mi történt? Több hónapja két részletbe kapják a fizetésüket, és önök egy szót sem szóltak, nyugodt lelkiismerettel tették mindezt. Elvették a megígért, illetve karácsonykor járó pulykapénzt, önök szintén nem szóltak egy szót sem, nyugodt lelkiismerettel tették mindezt. A 25 évet ledolgozó és ezután nyugdíjba venő nyugdíjasoknak is elvették azt a 23000 forintot, ami járt nekik, önök egy szót sem szóltak, nyugodt lelkiismerettel tették mindezt. Miközben mi, a vasmű vezetése, a parlamenti képviselő, az önkormányzat tette a dolgát, folyamatosan dolgozott, tett önöknek javaslatokat, kidolgoztunk gazdasági megoldásokat, de önök teljesen nyugodt lelkiismerettel ezeket mind figyelmen kívül hagyták ez idáig. Nem szólalt meg az ügyben a helyi Fidesz sem. Nem szólalt meg az ügyben az újonnan Székesfehérvárról kinevezett választókerületi elnök sem, és maguk 133 legbátrabb ember ezekkel az emberekkel összefogva nem szólaltak meg, nem mondtak egy büdös szót sem a vasmű vészhelyzetével kapcsolatban. Hát gratulálok, ha ezek után önök nyugodt lelkiismerettel mennek nyaralni és szabadságra, akkor szégyeljék el magukat. De ha már szóba jött Dunaújváros új kinevezett választókerületi elnöke, dr. Molnár Krisztián, hát hadd kérdezzem meg, mi van a doktor úr tervével? Mi van azzal az ördögi tervvel, hogy különleges gazdasági övezetet akarnak kialakítani Dunaújvárosban és a térségben, ezáltal önkormányzatoknak gazdasági gyomrosokat kiosztva? Mert a parlamentben, mióta én erről beszélek, önök még arra sem éltettek minket, hogy egy őszinte választ adjanak, hogy mikor fogják elfogadni, vagy elfogadják egyáltalán ezt a tervezetet, amivel mondom, csak Dunaújvárosnak idén 500 millió forintos mínuszt okoznak a költségvetésében. A többi kárvallott önkormányzatról nem is beszélve. Uraim, mi ezzel a helyzet? Ezek után önök még mernek nyugodt lelkiismerettel nyaralni menni, nyári szünetre menni? Hát szégyeljék el magunkat. Mi tenni fogjuk a dolgunkat nyáron is, bíztatom önöket, szedjék össze magukat, fogjunk össze a vasműért, fogjunk össze a térségért, és tegyük végre, tegyék végre a dolgukat. Köszönöm a szót, maradok a körzetem szolgája.